Másfél héttel ezelőtt a Richter skála szerinti 5,3-as erősségű földrengés rázta meg Zágrábot, de több utórengés is volt. A szerencsétlenség következtében többen megsérültek, illetve épületek rongálódtak meg. A horvát fővárosnak így már nem csak a koronavírus járvánnyal kellett szembenéznie, hanem a földmozgás okozta problémákat is kezelnie kellett. Ezek a felvételek már ma délelőtt készültek, éppen kamionba pakolják a gondosan becsomagolt világítástechnikai termékeket rejtő dobozokat. A szállítmány úti célja Zágráb, a földrengést követően ugyanis a Tungsram azonnal kapcsolatba lépett a zágrábi magyar konzulátussal. Ennek a kapcsolatfelvételnek az eredménye lett az, hogy a horvát polgári védelemmel egyetértésben az ő közreműködésükkel egy kamionnyi világítástechnikai terméket küldünk ki Zágrábba. Ennek alapvetően kétféle termékcsaládra osztható a szállítmány. Az egyik 13 ezer darab energiatakarékos kompakt fénycső, amit lakossági felhasználásra küldünk, illetve ezzel párhuzamosan küldünk még 21 ezer darab hagyományos fénycsövet is, amik közületek, elsősorban kórházakban használt termékeket takar. A szomszédos ország nagy örömmel fogadta a nagykanizsai fényforrásgyár felajánlását. A horvát egészségügyi minisztérium pedig külön megköszönte, hiszen az adományként eljuttatott fénycsöveket széles körben használják az egészségügyi intézményekben, a koronavírus járvány miatt pedig amúgy is nagy szükségük van a támogatásra. A Tungsram már máskor is segített külföldön. Segítünk például Ukrajna fel, ez inkább egy karcsony akció volt a magyar nagykövetséggel, és kisebb-nagyobb segítség tudtunk adni a különböző szervezetnek. Ez most egy nagyobb szállítmány, ami összetettünk ilyen szempontból, mert mi direkt szomszéd vagyunk. A szállítmány délben indult el a Tungsram nagykanizsai fényforrásgyárából, és kora délután már meg is érkezett a horvát fővárosba. Jörg Bauer, a Tungsram csoport elnök vezérigazgatója a Híradónak elmondta, folyamatosan egyeztetnek a nagykövetséggel, és amennyiben szükséges, további segélyszállítmányt küldenek Zágrábba.